Ma azt mutatom meg nektek, hogy miért ne rakjatok alufóliát egy indukciós főzőlapra. Egyrészt, mert úgy is lerepül róla, másrészt, hogyha leterhelitek, hogy ez ne következzen be, akkor meg felizzik, és elég. Ja, hát lényegében ezért. Sziasztok! Ja, hogy fejtsem is ki bővebben, ugye? Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Nemrég megkeresett az MVM, és azt mondta, hogy szuper jó a csatornám, leszámítva, hogy kicsit kevés rajta az elektromosságtani kísérlet, úgyhogy ezen változtatni kellene. Hát nem szó szerint ezt mondta, de azt igen, hogy szponzorálnának egy ehhez kapcsolódó adást, úgyhogy ez következik most. Hát gondolkodtam azon, hogy mit is lehetne bemutatni, eszembe jutott, hogy esetleg egy lufit dörzsölök a hajamhoz és elektromosságtani alapjelenségeket szemléltetek, de hát elég kevés hajam van, úgyhogy ez annyira nem biztos, hogy látszani fog, tehát elővettem egy másik témát, ami igazán közel áll a szívemhez, méghozzá az indukciós főzőlapot. Oké, nem kifejezetten a főzőlap közel a szívemhez, hanem maga a főzés, de ezzel kapcsolatban is van egy történetem. Ugyanis ezt a főzőlapot még akkor vettem, amikor végleg elegem lett abból, hogy a hagyományos villanytűzhelyen órákig tart felforralni a vizet, nem lehet precízen szabályozni időben, éppen emiatt művészet volt úgy főzni bármit, hogy ne égessek le, és egyébként is zabálta az áramot. Az indukciós főzőlap ezzel szemben ugyanolyan precízen szabályozható, mint egy gáztűzhely, energiahatékonysági szempontból viszont még túl is mutat azon igen jelentősen. Csak gondoljatok bele abba, hogy amikor gázzal főz otthon az ember, akkor lényegében nagyon nagy részt a konyhát fűti. Ez persze néha nem hátrány, a jelenlegi lakásomban például nincsen a konyhában fűtés, így télen nem fagyok meg, hogyha főzök, viszont alapjáraton nagyon nem mindegy, hogy a megtermelt, megvásárolt energiának hány százalékát fordítjuk arra, amire valóban kéne. Az indukciós főzőlapok ebből a szempontból magasan lekörözik mind a gáz, mind a hagyományos elektromos tűzhelyeket is, hiszen a megtermelt hőnek a jelentős része az arra fordítódik, amire kell a kaja melegítésére, hiszen a hő nem itt a főzőlapon, hanem magában a fazékban keletkezik. Ráadásul amíg a gáztűzhelyek a legtöbb helyen még igen sokáig a fosszilis földgázra fognak támaszkodni, addig az elektromos áram, amit mondjuk egy indukciós főzőlapnál használunk, az egyre nagyobb hányadban megújuló forrásokból származik. Részben ezért is gondolkodom azon, hogy majd ha felújítom a lakást végre, akkor újra visszatérek az indukciós főzőlaphoz. Nem feltétlenül ehhez, mert ez megy majd ki a birtokra, ha ott végre bevezetik az áramot, ami január közepére várható, úgyhogy már nagyon izgulok emiatt. Amit viszont az indukciós főzőlapok hátrányaként szoktak említeni, hogy nem mindegy, hogy mit rak rá az ember. Ha például egy üvegedényt teszek rá, akkor csak egy hiba üzenetet ad, és nem csinál semmit. Mondjuk nem tudom, ki az, aki egy üvegedényben próbálna bármit is melegíteni a tűzhelyen, de na mindegy. Ehhez hasonlóan akkor sem történik semmi, ha egy könyvet teszünk rá, vagy pedig egy csigaszerű játékizét. Mondjuk ez biztonsági szempontból nem feltétlenül hátrány, ugyanis egy gáztűzhelyen ezek tuti, hogy azonnal meggyulladnának, viszont az, hogy az indukciós főzőlapon nem történt velük semmi, az annak köszönhető, hogy ezek elektromosan nagyon jó szigetelők. Márpedig az indukciós főzőlap úgy működik, hogy van benne egy tekercs, amin áram folyik keresztül. Örsted óta pedig tudjuk, hogyha egy vezetőben áram folyik, akkor ott egy mágneses tér is létre fog jönni. Ezt majdnem pontosan 200 évvel ezelőtt bizonyította. Az itteni helyzet egészen speciális, ugyanis nem csak úgy simán áram folyik át rajta, hanem ez egy váltakozó áram, méghozzá olyan, aminek a frekvenciája néhány tízezer herc. Úgyhogy ebből az is következik, hogy az általa létrehozott mágneses tér is folyamatosan nagyon-nagyon gyorsan váltakozni fog. Márpedig, ha egy időben folyamatosan váltakozó mágneses térbe egy vezetőt rakunk, akkor abban a vezetőben áram fog keletkezni, vagy más szóval áram fog indukálódni. Ezt ki lehet mutatni egy ilyen hevenyészve összerakott tekercsel is, amiben nem túl szépen egy ledet raktam. Ha tehát áram fog folyni ebben a tekercsben, akkor a led világítani fog. Ha ezt így önmagában raknám rá a főzőlapra, akkor egy hiba üzenetet kapnék, mert majd később beszélek, hogy miért. Viszont, hogyha rárakunk egy öntött vas serpenyőt is féloldalasan a főzőlapra, akkor ezzel el lehet némítani ezt a hibát.
Valakinek kölcsönadtam a multiméteremet, ezért el kellett pepecselni azzal, hogy pontosan hány menetszámot is használjak, hogy világítson a LED, de a lényeg, hogy összejött. Egyébként vannak videók a neten arról, hogy hogyan lehet ezt egy egyenirányítóval megspékelni, és akár egy telefon töltőt is szerkeszteni ennek a segítségével. Linket egy ilyenhez be fogok rakni ez alá a videó alá. Viszont nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy telefon töltsünk, de hát az internet tele van ilyen furcsaságokkal. Ja, meg nagyon hasonló elven működnek azok az érintésen alapuló telefontöltők is, amiket lehet kapni újabb modellekhez. No, de ha igazoltuk, hogy ebben a tekercsben áram folyik, és ugyanígy áram folyik a fém edényekben is, és ennek az áramnak a hőhatása lesz az, ami aztán a kaja melegítéséért felel, akkor miért mondják azt, hogy nem lehet akármilyen fémedényt használni az indukciós főzőlapon? Például egy alumínium lábasnak esélye sem lenne. Hát azt nem tudom nektek megmutatni, mert nincsen alumínium lábasom, de egy ilyen vastagabb alumínium lapon van. Megnézhetjük, hogy tényleg nem fog működni. A legtöbb forgalomban lévő indukciós főzőlaphoz vastagfenekű ferromágneses edények kellenek, nem feltétlenül a legmodernebb cuccok, jó egy ilyen régi öntött vas palacsintasütő is akár. Azt szokták javasolni, hogy lehetőleg egy mágnessel vásároljunk és úgy nézzük meg, hogy jó-e, mert ha tapad a mágnes, akkor biztos, hogy jó lesz az edény. Ha nem ilyet rakunk rá, akkor azt a főzőlap érzékeli és hibát jelez. Ez egy biztonsági megoldás, hogyha ezt kiiktatnánk belőle, akkor nem kellett volna ehhez a serpenyős cselhez sem folyamodnom, amikor a tekercset raktam fel a lapra. Egy vastag nagy kiterjedésű vezetőben az indukció hatására úgynevezett örvényáramok fognak létrejönni, és minél nagyobb az ellenállása egy ilyen vezetőnek, ez annál nagyobb hőtermeléssel fog járni. Ez persze nem minden esetben előnyös, mert ha belegondoltok például, egy transformátor esetében mindenféle mérnöki megoldásokkal kell elejét venni annak, hogy ilyen nagy örvényáramok kialakuljanak, és ne legyen túl jelentős az energiaveszteség a vas alkatrészek felforrósodása miatt. Máshol viszont pont ezt a jelenséget szeretnék kiaknázni a mérnökök, és nem feltétlenül csak az indukciós főzőlapnál. Ott vannak például az indukciós olvasztókemencék is, ahol nagyon hasonló az elv, van egy tekercs, és abban nagyon nagy áramerősség és nagy frekvencia mellett áramoltatnak áramot, és a tekercs belsejében található kiizzítandó fém fog jelentősen felmelegedni és megolvadni. Az, hogy az öntött vas serpenyőnek nagyobb az ellenállása, mint az alulapnak, az már is egy jó pont az örvényáramok és a termelődő joule hő szempontjából, viszont van itt egy másik jelenség is, ami szerepet játszik a felmelegedésben, ott pedig egyértelműen a ferromágneses edények kerülnek ki győztesen. A serpenyő részecskéjének mágneses momentumai mindig próbálnak beállni abba az irányba, amibe a külső mágneses tér kényszeríti őket. Márpedig, ha ez a külső mágneses tér másodpercenként több tízezerszer vált pólust, akkor el lehet képzelni, hogy a mágneses momentumoknak sem lesz feltétlenül ideje mindig átbillenni, hanem egy igen intenzív rezgő mozgás lesz az eredménye, márpedig mi a következménye a részecskék igen intenzív rezgésének? Hő. De van itt egy másik érdekes jelenség is. Azt az előbb láttátok, hogy az alulapra nem indult be a tűzhely. De mi van akkor, hogyha egy ennél sokkal vékonyabb alumínium darabbal próbálkozok, mondjuk egy alufóliával? Egyben folyó váltakozó áram hatására az alufóliában áram indukálódott, és mivel áram indukálódott benne, ennek is lett egy mágneses tere, ami ráadásul ellentétes irányú volt az azt létrehozó mágneses térrel, remélem még bírjátok követni. A lényeg, hogy ezek taszítani kezdték egymást, ennek volt köszönhető, hogy elrepült a fólia. Ezt aztán megpróbáltam lepányvázni, hogy egy helyben lebegjen, de nézzétek csak, mi történt. A Cellux és a Cérna a keletkező hőtől megolvadt. Ha leterheljük az alufóliát, hogy ne tudjon elszállni, akkor itt is igen jelentős hőképződés figyelhető meg, olyannyira, hogy az alufólia fel is izzik.
Arra, hogy a fóliára miért nem ad hibaüzenetet az indukciós főzőlap, tippjeim vannak, de nem tudom biztosan, úgyhogy ha ti igen, akkor írjátok meg mindenképpen kommentben, hogy én is hadd tanuljak. Egyébként ehhez az adáshoz nagyon köszönöm a szakmai konzultációs lehetőséget Máté Marcell fizikusnak, és természetesen az NVM-nek az anyagi támogatást. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!